törekszünk arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet. Nagy kérdés volt nálunk például a cicák kérdése, nekünk van két cicánk, Dante és Robinka. És hát ugye például ott van az alom. Kezdetben milyen kristályos almot használtunk, de hát az egy nagyobb mű dolog, és gondolom annak az előállítása is, meg egyébként a lebomlása is problémás dolog. És akkor találtunk olyan almot, ami ugyanúgy csomósodó, viszont egyébként komposztálni lehet, és nem mellesleg olyat is találtunk, ami még magyar gyártmányú is, szóval, hogy nem kell külföldről importálni. Akkor a macskáledet szoktuk úgy, hogy mi viszünk dobozkát, és akkor abba mérik ki, így akkor már a műanyagot, meg a csomagolást már ki tudjuk küszöbölni, illetve én most kezdek el áttérni a vattakorongok esetében arra, hogy nem egyszer használatos vattakorongot használok, hanem textilt. Mert hát mi nagyon sokat sminkelünk, és igazából minden este, hát szégyellem, de hát 7-8 vattakorongot el kell használnom, hogy teljesen le tudjam mosni. És akkor most kezdtem el azt, hogy egy rutinba építettem azt, hogy letörlöm, és utána rögtön kimosom, és akkor másnap ugyanazt tudom használni, és nem használok el egy csomagot 4 naponta. Most nekem a következő lépés lesz, és egyelőre egy tusom van, ami vegán, és ami ilyen környezetkímélős. A sminkekkel azokat kezdtem most elkísérletezgetni. És igyekszem olyat találni, ami színpadon is meg tudja állni a helyét, mert hát ugye nekünk sokkal erősebb, sokkal pigmentáltabb színekre van szükségünk.